Itthon, szülőföldön, fiatalon akadémia. Közéletről, politikáról, a jövőjükről egyeztetnek a fiatalok Kisvárdán. Műanyagmentes július, világszerte már több mint 120 millióan csatlakoztak a közösségi kezdeményezéshez. Ünnepi megemlékezés, Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulójára emlékeztek Tisza Csécsén. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra abba az 5 európai országba tartozzon, ahol a legjobb élni, dolgozni, ehhez pedig szükség van a fiatalokra, közölte az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Sanda Tamás erről a Kisvárda Itthon, szülőföldön, fiatalon akadémián beszélt pénteken. Az államtitkár szerint érdekli a fiatalokat a jövőjük és a közélet, valamint tenni akarnak érte, a kormány feladata pedig, hogy ebben segítsen nekik. Javában tart a nyári szünet. A kisvárdai Bessenyei György gimnázium és kollégium mégis fiataloktól hangos. Az iskola ad otthont a vasárnapig tartó Itthon, szülőföldön, fiatalon akadémiának. A várakozások szerint több mint 200-an fordulnak meg a programokon, 170-en pedig az elejétől a végéig itt vannak. Ők előadásokon, workshopokon vesznek részt. Pénteken az uniós fejlesztésekért felelős államtitkárral is volt egy kerekasztal beszélgetés. Mások mellett arról, hogy mit tartanak fontosnak a fiatalok saját életükben és a közélet területén, és hogyan kapcsolódik mindehez a politika. Mi szükséges ahhoz, hogy Magyarország gazdasága még versenyképesebb módon tudjon működni? Mi az a cél, amit magunk elé kitűztünk az elmúlt időszakban? Ez világosan és gyorsan elmondható, hiszen az a célunk, hogy 2030-ra Magyarország azon 5 európai ország közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Ez a cél nagyon sok mindent tart magában, és ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni, ahhoz szükség van a fiatalokra, szükség van az ő energiájára, az ő ötleteikre, az ő kreativitásukra, és leginkább az ő tenni akarásukra a közéletben, a gazdaságban és a magánéletükben is. Az államtitkár szerint érdekli a fiatalokat a jövőjük és a közélet, tenni akarnak, neki pedig az a feladatuk, hogy ebben segítsenek nekik. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség, a Hieroteosz Egyesület és az Itthon, szülőföldön, fiatalon egyesület rendezvénye már a 4. ilyen nyári akadémia a határhoz közeli városban. Ennek a tábornak az az üzenemre, hogy minden magyar felelős minden magyarért, minden magyar fiatal felelős minden magyar fiatalért. Ezért Kárpátaljáról, Erdélyből és az anyaországból jönnek azok a kereszténydemokrata, keresztény, konzervatív érzésű fiatalok, akik ugyanazt gondolják Európa jövőjéről. Európa jövője, az európai települések jövője, az európai fejlesztések jövője. Ennek a tábornak a témája. A megnyitón elhangzott, a közösségek akkor tudnak jól működni, ha van önmagukon túlmutató céljuk. A szervezők szerint az esemény jó alkalom együttműködések megalapozására, a kapcsolatépítésre és barátságok megkötésére. Ezekre adhat lehetőséget a rendezvény keretében megvalósuló közös faültetés, strandolás, kerti parti, vagy épp a Lesz Fest programjaihoz való csatlakozás. Már 170 ország csatlakozott a 8 évvel ezelőtt indult műanyagmentes július kampányhoz. A közösségi médiás kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a mértéktelen műanyag felhasználásra. A kampányban tavaly több mint 120 millió ember vett részt. Évente világszinten közel 300 millió tonna műanyagot termelünk. Ennek nagy része több száz év alatt sem bomlik le. Ebben a nyíregyházi hipermarketben évek óta üzemel üvegvisszaváltó, ráadásul egyre modernebb gépek állnak a vásárlók rendelkezésére. Előszeretettel használják is, itt egy üveg most 25 forintot ér. Az üvegvisszaváltás hosszú évtizedek alatt terjedt el a köztudatban, ma már a környezetvédelem egyik legalapvetőbb lépése. A bevásárlóközpontokban azonban még mindig csak nejlonzacskóba lehet belerakni a megvenni kívánt zöldséget és gyümölcsöt, csak azzal lehet lemérni a termékeket. A banánnal még nincs is gond, megoldható másképp, de a lédús ételeket szinte muszáj valamiben tárolni. Ma már számos alternatív megoldás van erre igazából. Az egyik az a fonott vesszőkosár, ami nagyon kényelmes egy nagy bevásárlás alkalmával, de számos vászontáska is létezik már, amiben egyébként zöldséget, gyümölcsöt is lehet pakolni, mert ilyen praktikus összehúzhatók, ebbe egyébként meg is lehet mosni, be lehet tenni utána a hűtőbe, de a nagyobb változatokba ugyanúgy be lehet pakolni, mint egy szatyorba, utána ki lehet mosni, és ugyanúgy használható tovább.
Ma már az ásványvizet is sok gyártó igyekszik újra hasznosított palackban árulni. A kasszánál is érdemes odafigyelni arra, hogy ha nincs nálunk bevásárlótáska, akkor ne nejlon szatyrot válasszunk a pult alól, hanem vászon vagy újra hasznosított táskát. A műanyagmentes júliusról részletesebben és még több gyakorlati jó tanácsot a Weekend című műsorunkban hallhatnak. Ajándékot kapott a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztálya az első nyíregyházi Lions Klub ifjúsági szervezetének, az első nyíregyházi Alfa Leo Klubnak fontos a társadalmi felelősségvállalás. Ennek jegyében jótékonysági futóversenyük bevételéből 3 darab televíziót vásároltak a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztályának, amelyeket a klub tagjai személyesen adtak át a kórház kisbetegeinek. A bíróságok napja alkalmából díjazták a dolgozókat a megyeszékhelyen. A rendezvényen a kimagasló teljesítményt nyújtó bírákat és alkalmazottakat az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke elismerésben részesítette. A történelmi Szatmár megye területén saját szülőfalujában Tiszacsécsén emlékeztek Móri Zsigmond születésének 140. évfordulójára. Az eseményen elhangzott: minden író egy kicsit politikus is, Móric számára pedig az igazság kimondása volt a legfontosabb. Az ünnepség sorozat programjai július 6-án irodalmi tanácskozással és főhajtással folytatódnak. 140 évvel ezelőtt, 1879. július 2-án megszületett Tiszacsécsén a 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja, Móricz Zsigmond. A nyomorúságos körülményeket is megélt író önkéntes haditudósítóként is dolgozott a világháború idején, ezért kicsit politikusnak is vallják őt. A regényeiben őszintén és nyíltan fogalmazta meg nem csak a változás iránti igényeit. Az egész nemzetünk számára ő jelenti ezt az igazság kimondásának a szilárdságát, illetőleg azt az igazságot, amit mi magunk egyáltalán az Európai Unióban ma megjelenítünk, és nyilván azt, amihez ragaszkodunk, az identitásunkat, amiben nem szeretnénk, ha feloldódnánk. Ez nyilván hozzátartozik a keresztény gyökereinknek a megőrzése, nyelvünk, kultúránk és hagyományaink ápolása. Egy ilyen megemlékezés nem csak arról szól, hogy felidézzük Móricz Zsigmond munkásságát, fontos háttérgondolata is van. Leginkább a magyarság egyesítéséről szól, hiszen itt vagyunk Szatmárban, és a határok most ketté vágják Szatmárt, és most itt vannak a határ túloldaláról is a magyarok, és mi is itt vagyunk, és Tiszacsécse az a helyszín, amely lehetőséget ad nekünk, hogy Móriczon keresztül újra egyesítsük a magyarságot. A minden magyar által elismert és kedvelt író nem csak a Magyarországon élő magyarok számára meghatározó személy. Egyetemes kultúrkincsről van szó, tehát itt nem csak a határon ülni és a határon túlélő magyarok számára jelentett olvasmányélményt Móricznak az epikája, hanem szerintem bárhol a világon, ahol magyarok élnek. És hát, ha a fordítások számát nézem, abban is bízom, hogy talán idegen ajkúak számára is jelent, hiszen Móricz képes volt arra, hogy a helyben tapasztaltakat, a falusi létben lévő tragédiákat, de akár a polgári vagy a zsentővilágban észlelt jelenségeket is egyetemes szinten tudta megjeleníteni. Mindegy, hogy a Szamos és a Tisza közti részt melyik oldalán vagyunk, vagy az északi vagy a déli oldalán, az irodalom nagyjai összekötnek bennünket. Ma történetesen Móricz Zsigmondra emlékezünk, de ha Szatmáról csak a legismertebb nagy irodalmi nagyjainkat megemlítem, akkor beszélhetünk Adiról, beszélhetünk Kölcseiről, beszélhetünk Kafka Margitról. Ezer olyan szállal kötődik a magyar irodalom szatmári vidékekhez. A megemlékezésen az irodalom nagyjai és leszármazottjai mellett politikusok is részt vettek. Ez jó alkalom arra, hogy megbeszéljék azokat a fejlesztéseket, amelyek tovább erősíthetik az emlékezést. Így újulhatott meg Adi szülőháza, vagy jöhetett létre a Kölcsei Központ Sződemeteren, a romániai Szatmár megyében. Közel 15 millió forintos kár keletkezett a tiszalöki városházán az elmúlt hetek hirtelen esőzései miatt. Az eszközökön túl informatikai rendszerek is sérültek. Ezeket a biztosítási pénzből és állami támogatásból szeretnék helyrehozni. 68 millió forintos topos pályázati forrásból pedig egy régi iskola épület alakult át sportlétesítményé.
Az elmúlt hetekben gyakori volt a hirtelen nagy mennyiségű eső a térségben, amely rengeteg kárt okozott. Többek között Tiszalökön, ahol a városháza felső szintje ázott be, kétszer is. A több évtizede épült, lapos tetős épület csapadékvíz elvezető csőrendszere elkorhadt, és a lehullott csapadék özönvízszerűen zúdult a felső szint irodáiba és a folyosóra, ahol rengeteg kár keletkezett. Egyrészt ugye a falak, a burkolatok, elektromos vezetékek és nagyon sok informatikai eszköz, ami károsultja volt ennek a sok esőnek. És természetesen nincs más választásunk, ezeket a problémákat meg kell újítani. Most a kárfelmérések alapján 13-4 millió forint környéki az a kár, ami ért bennünket. Úgyhogy most azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk. A település fejlődése folyamatos. 402 millió forintos toppos pályázati forrásból a Zöldváros projekt elemeként a kétszintes volt iskola épület átalakult sportlétesítményé. A földszinten több konditerem és egy falllabdapálya is helyet kapott. Az emeleti helységeket főleg saját forrásból alakították ki, ezekben a termekben pingpongozni és spinningelni lehet, az egyik szobát pedig táncosoknak alakították ki. Az épületfejlesztés 68 millió forintot tett ki a teljes projekt összegből. A következő nagy beruházás az én szerintem még egy kicsit várat magára. Van elnyert projektünk, és a közbeszerzés előtt állunk. Ez is szintén topos forrásból. Ez az ipari park alapinfrastruktúrájának a fejlesztése. Ha minden igaz, őszre tudunk már eredményt is hirdetni. Nagyon sok időt elvett a rendezési terv módosítása, különböző engedélyek, tervek beszerzése, elkészítése, reálisan ez jövő év közepére elkészülhet. A mentőállomás energetikai fejlesztése is aktuális. Nyílászárócsere és hőszigetelés valósul meg hamarosan egy már elnyert pályázatból. Varrással, fa és fém megmunkálással, elsősegélynyújtással, valamint programozással és robotikával is megismerkedhettek azok az általános iskolás alsós gyerekek, akik részt vettek a szakképzési centrum pályaorientációs napközis táborában. Az ötnapos tábor végére minden kisiskolás elkészített egy okostelefonról irányítható robotot, amelyet azután a tábor után haza is vihettek. Még a számítógépen meg kellett rajzolni az alapját, utána az alapot ki kellett vágni lézervágóval, és utána a 3D-ben meg kellett rajzolni ugyanúgy számítógéppel, és utána a 3D nyomtatóval ezt kinyomtattuk, utána tegnap összeszereltük, és ma meg beprogramoztuk. Így néznek ki az egyedileg tervezett és már hardveresen elkészült robotok, amelyeket már csak programozni kell, hogy végig tudjanak menni a versenypályán. A digitális alkotóműhelyben 5 napot tölthettek el általános iskolás gyerekek, akik különböző szakmákkal ismerkedtek meg a napközis táborban. A célunk az, hogy népszerűsítsük a szakmákat, elsősorban azokat a szakmákat, amelyeket tagintézményeinkben tanítunk. Ez alatt az egy hét alatt megismerkednek a varrással, a fa megmunkálással, a fém megmunkálással, forraszthatnak, és talán a számukra legérdekesebb az, hogy építenek egy olyan robotot, amelyet ők programoznak, és a saját telefonjukról tudják irányítani. Ezen dolgoznak egész héten. Az elemek egy részét itt készítik, ők tervezik és nyomtatják 3D-s nyomtatóval. A robotoknak ezen a pályán kell végigmenniük az 5. nap végére, úgyhogy a gyerekek a saját okostelefonjukkal irányíthatják őket. Van, aki ezt a feladatot már túl is teljesítette, és egy olyan érzékelővel ellátott távirányítót készített, amely a döntés irányba vezéli a kis járművét. Tulajdonképpen ez a digitális közösségi alkotóműhely arról szól, hogy kipróbálhatja, hogy melyik az, amelyik leginkább érdekli, és ha ezt a szakmát választja, mivel fog megismerkedni. Tehát egy pályaorientációs tábornak is, magának a pályaorientációnak az lenne a lényege, hogy úgy válassza a tanuló magát a szakmát, hogy tudja, miről szól. Ne akkor az első héten, az első hónapban lássa először, és azt mondja például az egészségügyben, hogy ő a vért nem bírja és nem szeretné ezt, itt megismerkedhet vele, és magában ebben a táborban is, hisz itt voltak az AI-sok, és elsősegélynyújtás alapjaival ezek a diákok is megismerkedtek, akik most a táborunkban itt vannak. A tábor egy Európai Uniós támogatásból készült digitális alkotóműhelyben kapott helyet, ahol a robotokba épített eszközökön és az étkezéseken kívül semmilyen más költség nem terhelte a szülőket. Csütörtök délután elkezdődött az 5. Lesz Fest Kisvárdán. A szervezők ebben az évben is 30 ezer embert várnak, tehát idén is teltházzal zárhat a fesztivál. A 3 nap alatt 5 színpadon 90 fellépő várja a fesztiválozókat. Mindenki, aki itt van, Kisvárdon Lesz Fest, 1, 2, 3!
A tükör ne pózóval önöm kell pár képre. Mikor dolgom már helyre, a fülyembe sok hülye magyaráz. Menjél ki csinálni közzelős kalapát. Mi van holnap, nem lesz nap, erős az ember szakul. De kedves vagy, hozzád rá még egy féltéglát. Én órája nyomom a két helyet. Csütörtök délután ismét megnyitott a kapuit a Kisvárdai Leszfest. Az idei már az 5. alkalom, hogy a Szabolcs megyei településen szerveznek 3 napos zenei fesztivált. A koncerteket tavaly augusztus óta szervezik, többek között Majka, Rúzsa Magdi és a Hooligans is fellép Kisvárdán. A rendezvény már tavaly is teltházas volt, és idén is 30 ezer látogatóra számítanak. A fesztivál első évben egy kisebb bulinak indult. Úgy indult a Leszfest, hogy egy nagyon kicsi bulit akartunk csinálni, nyertünk hozzá egy nagyon pici pénzt, és utána egyre több zenekar, utána keresünk szponzorokat, és úgy szépen elindult a zenei vonala. És az első Leszfestnél, a másodiknál is igazából még volt egy Dirt Jam verseny, egy kisvárdai sráccal, Nagy Oszival, és az volt a másik súlypontja a Leszfestnek, azok nagyon látványos ugratások, meg repülések voltak a tó felett. Végül különböző okok miatt a Dirt Jumpot elengedtük, és tisztán zenei fesztivál lett a Leszfest, aztán egy szépen 5 év alatt felnőtt. Sokat tudnék arról mesélni, hogy milyenek voltak az első évek, amikor mondjuk csináltuk a fesztivál összerakását mondjuk 3-an vagy 4-en, és mondjuk fesztivál előtt és fesztivál alattra bővült fel a csapat mondjuk 20 főre a szoros menedzsment. Most meg azt számoltuk, hogy a 3 nap alatt zenekarokkal, biztonsági őrökkel, kocsmárosokkal, a szűk csapattal, a crew-val, a staff-val együtt több mint 1000 ember dolgozik a fesztiválon. A 3 nap alatt 5 színpadon 90 fellépő szórakoztatja majd a közönséget, de emellett 6-7 civil szervezet is kitelepült Kisvárdára a hétvégére. Győzelemmel zárta első hazai edzőmeccsét a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spisziák együttese a Szolnok ellen nyert 2-1-re, a Spari szombaton a Kassa ellen, jövő szerdán pedig a Kisvárda ellen lép pályára, majd pedig szlovéniai edzőtáborba utaznak a nyíregyháziak. A felkészülés második hetének végéhez közeledve pörgős edzéseket vezényel a Spari játékosainak a szakmai stáb. A csapat Debrecenben játszott 2 edzőmeccset, az egyik gól nélküli döntettennel, a másik 2-0-ás hazai sikerrel zárult. A nyíregyháziak is megszerezték első győzelmüket, a Szolnok ellen 2-1-re nyert Zolán Spisziák együttese. A szakember elégedett az eddig tapasztaltakkal. Az első 2 hét munkát, amit terveztünk, azt mondja, hogy nagyon jó ütemben megy, jó munkát végeztünk. Azt mondja, hogy a csapat fizikálisan tölti ezeket a területeket, ami fontos. Már a katapult alapon, meg a meccs elemzés alapon lehetett látni, hogy hétről vagy napról napra javul a játékos, erősebb állapotban van. Ez a cél ennek az időszaknak, úgyhogy nem a túl nagy hangsúlya az eredménye, hanem az, hogy erőben legyünk feltöltve, de ugyanúgy menet közben jönnek a technikai, taktikai dolgok is, úgyhogy párhuzamosan az egész labdarúgást építünk, nem csak egy részt. A héten több labdarúgóval is szerződést kötött a klub. A már a csapattal készülő Csákváról érkező Papp Máté, a legutóbb Győrben játszó Kovács Ellen és a Monorról igazolt Tóth Barna már hivatalosan is a Nyíregyháza Spartakusz játékosa. Mindenki nagyon gyorsan beilleszkedett, ez nagyon fontos pont volt, hogy nem kellett túl sokáig arra várni. Már az öltözőben is lehet látni, hogy nagyon pozitív a hangulat, jó hozzáállásuk, jó a munkabírásuk, jó fogadta a csapat. Azt mondom, hogy már meg is mutatták, hogy miért jöttek ide, hogy egy egészséges konkurenciát kialakítsák a pályán is az öltözőben, és ez már be is mutatkozott. A nyíregyháziak szombaton idegenben a Kassa ellen lépnek pályára, majd jövő szerdán a Kisvárdát fogadja a Spari. Azt követően pedig elutazik a szlovéniai edzőtáborba a csapat, ahol a tervek szerint 4 meccset játszanak majd Fodorék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az a cél, hogy Magyarország 2030-ra az 5 európai ország közé tartozzon, ahol a legjobb élni, dolgozni, ehhez pedig szükség van a fiatalokra, az ő energiájukra, kreativitásukra és tenni akarásukra. Ezt hangsúlyozta az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár egy vasárnapig tartó kisvárdai rendezvényen. Sanda Tamás szerint nekik pedig az a feladatuk, hogy ebben segítsenek nekik.
Évente világszinten közel 300 millió tonna műanyagot termelünk, ezek pedig egyre több állatfajt sodornak a kihalás szélére. Ezért hazánkban is egyre többen csatlakoznak a műanyagmentes július kampányhoz. A közösségi médiás kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a mértéktelen műanyag felhasználásra. A kampányban tavaly több mint 120 millió ember vett részt. A történelmi Szatmár megye területén Tiszacsécsén emlékeztek meg Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulójára. Az eseményen elhangzott, minden író egy kicsit politikus is, Móricz számára pedig az igazság kimondása volt a legfontosabb. Az ünnepség sorozat programjai július 6-án irodalmi tanácskozással és főhajtással folytatódnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 5-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Front ugyan nincs, de kissé melegebb levegő áramlik fölénk, emiatt egyeseknél felléphet fejfájás, fáradékonyság. Szombat reggelig kevés felhő lesz felettünk, a nyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 fok körül alakul. Napközben gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, esni nem fog, a szél ugyanakkor időnként feltámadhat, a legmelegebb délutáni órákban 32 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnapra viradóan hideg front éri el térségünket, emiatt átmenetileg felhősebbre, több helyen csapadékosra fordul időjárásunk. Aznap már csak délkeleten lehet kánikula, majd a jövő héten országszerte 30 fok alatt alakul a csúcsérték.